Köszöntöm, polgármester úr, több dolog is történt a közelmúltban, például itt tartottak egy sajtótájékoztatót a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban. Itt a projektnek a végére csöppent bele, hogy a tájékoztatónál is mondta, mennyire elégedett egyébként a munkálatokkal. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. A műszaki ellenőr végezte dolgát, én valóban a végén kerültem bele ebbe a folyamatba, tulajdonképpen a projekt lezárása október 31-ével, mármint a munkálatok lezárása megtörtént, tehát igazából az utolsó két hétben vettem részt. Én tudomásom szerint minden elkészült a megfelelő műszaki tartalommal, ez nyilván így is van, tehát a műszaki ellenőrnek azért nagy felelőssége van ilyen ügyekben, tehát ez kijelenthető, hogy rendben elkészültek a munkák. Ugye ez a projekt elég döcögősen indult, hogyha a sümegiek emlékeznek rá, még a tavalyi évben itt a közbeszerzés körül azért elég nagy botrány alakult ki, annak idején a Marcell Parti is írt erről, de a közbeszerzés lezárult, pótmunka is szükséges volt, de egyébként a pótmunkák finanszírozása szintén pályázati pénzből történt, tehát tulajdonképpen a városnak ez természetesen nem jelentett plusz terhet. Tulajdonképpen ez egy nettó, tehát ha most csak azt nézzük, 103 millió forintos beruházás lett. Ez a projekt, ahogy a projektzárón, a sajtótájékoztatón elmondtam, valóban fontos lépés egyébként, tehát most a tavalyi kezdeti állapotokról, meg körülményekről én úgy érzem, hogy annyira nem érdemes már beszélni, örülnünk kell, hogy a pályázatot le tudtuk zárni, elkészült a munka, és így valóban készen áll Sümeg városa arra, hogy a kettes ütem is elkezdődjön, én nagyon remélem, hogy 2015-ben el is fog tudni kezdődni, hiszen ez volt az előfeltétele annak. Hozzá tudjuk kapcsolni a település többi részét is, ez az elsőként elkészült, de utolsó szakaszhoz a Marcell felé. Tehát én szempontomból az a legfontosabb most a mai nappal kapcsolatban a projekt záró kapcsán, hogy készen állunk arra, hogy elkezdődjön a kettes ütem, és végre valóban meg tudjuk csinálni az Árpád utca és a Petőfi utca csapadékvízelvezetését és az árkok lefedését, ami nagyon fontos lenne Sümegnek. Ülésezett a TDM, mi az, ami szóba került, amiről döntést hoztak? Így van, a non-profit Kft. Tagjai üléseztek. Egli Márktól kaptam én is meghívót. Egli Márk úrral egyébként már egy hete egyeztettem néhány dologról a TDM-mel kapcsolatban. Ahogy azt a sümegiek nagy része azért tudja, én 2006 és 2010 között sokat foglalkoztam a sümegi turizmussal, és tényleg a szívügyem Sümeg turizmusa. Ezen belül is sokat foglalkoztam annak idején a TDM egyesület megszervezésével. Mi ugye akkor még egyesületi formában képzeltük el ennek a működését, és az elmúlt 4 évben is igyekeztem figyelemmel kísérni a turizmus fejlődését, a dolgok alakulását Sümegen. Hát sajnos azért én észleltem nagyon sok problémát, hogyha másra nem gondolok, de azért a Turinform iroda 2011-es bezárása és több mint egy fél évig tartó, hát zárva tartása, az nem volt egy túl szerencsés dolog, és én úgy érzem különben, hogy a TDM szervezeten belül is nagyon sok tennivaló van. Az örömteli dolog persze, hogy pályázatot nyert a szervezet, most a pályázat is a lezárása felé közeledik, tehát néhány hónap múlva le kell zárni pénzügyileg is a pályázatot. Ez nagyon jó, természetesen az a több mint 30 millió forint nagyon jó, hogy idejött a városba, viszont én úgy látom, hogy sürgős tennivalók vannak abban a tekintetben, hogy fenntartható legyen ez a szervezet pályázati pénz nélkül is. Fontos dolgokról beszéltünk és döntöttünk is. Itt két problémáról azért kell beszélni mindenképpen.
Az első probléma az az, hogy a Sümegi TDM szervezet, és ez ennek különben így kell lenni, egy regionális TDM szervezetnek a tagja. Ez esetünkben a Bakony-Balaton regionális TDM, aminek tagja lett a Sümegi Kft. Na most ezzel így önmagában mondom, nincs baj, sőt ez a pályázat szempontjából is ennek így kellett lennie. Viszont mi úgy érezzük, hogy az a tagsági díj, amit fizetni kell a Bakony-Balatonnak, az túlságosan sok. Meg hát persze ez hozzátartozik az is, hogy a Kft. Akkori vezetése részéről talán elhamarkodott volt a döntés, hogy olyan nagy részesedést vásároljanak a törzs tökéből a Bakony-Balatonnál, ez akkor 20% volt. Most 15, mert közben Tapolca önkormányzatának 5%-ot el tudtak adni, de még így a 15%-os rész is azt jelenti, hogy évente 2,7 millió forintot kellene fizetni a Bakony-Balatonnak. Na most ez már elég régóta nem történt meg, tehát egy jelentős tartozást halmoztunk fel. Tegnap délelőtt járt nálam Lencsés Tamara, a Bakony-Balaton TDM igazgatója, ővele már tárgyaltam erről az ügyről is, és jövő héten még egyszer találkozom majd vele polgármester kollégák körében, és az ígéretek szerint itt lesz a fejlesztési minisztériumból a miniszter úr is, és Mihalovics miniszteri biztos úr is. Én szeretném elérni, hogy ezt az ügyet rendbe tegyük. Nehéz lesz nyilván, mert mindenki ragaszkodik ahhoz az összeghez, amiből ő működteti a saját szervezetét. De én továbbra is úgy érzem, és én ezt jeleztem is Lencsés Tamarának, hogy ez Sümeg számára, a Sümegi TDM számára, ahol ugye a költségvetés úgy néz ki nagyjából, hogy 8 millió forintot ad a Sümegi önkormányzat a fenntartáshoz, és a megyeri önkormányzat 500 000 forintot, és ezen kívül gyakorlatilag mondjuk 500 000 forint bevétele van a Kft.-nek, tehát ebből a 9 millió forintból egész egyszerűen fenntarthatatlan lenne a dolog, hogyha 2,7 millió forintot éves szinten erre elköltenénk. Hozzáteszem persze azt, hogy nyilván vannak ennek pozitív hozadékai, hogy a Bakony-Balaton regionális TDM-nek tagjai vagyunk, de ehhez is először rendbe kell tenni ezt a viszonyt, mert az utóbbi másfél évben, amióta tulajdonképpen a Sümegi TDM nem teljesítette a kötelezettségét, vagy hát fogalmazunk így, a Bakony-Balaton által elvárt kötelezettségét, azóta igazából persze nincs haszna, mert a Bakony-Balaton is úgy kezelte a Sümegi TDM-et. Tehát ezt mindenképpen rendbe kell tenni, a megoldás felé haladunk, én úgy érzem. Remélem, hogy januárra ezt a dolgot rendbe tesszük. És a másik nagyon fontos dolog, amiről beszéltünk, én azt kértem a Kft.-ben, még hát az önkormányzaton kívüli tulajdonosoktól, hogy nagyobb aktivitást fektessünk a tevékenységbe. Vizsgáljuk meg azt, hogy milyen eddig önkormányzati tevékenységeket tudna elvállalni a TDM, és itt én elsősorban a rendezvényekre gondoltam. A palota életét is fel kell pezsdíteni. Nagyon jól mutatják a statisztikák, hogy 2013-ban, amikor a püspöki palotában rendeztük meg a Jakab napot, akkor az körülbelül meg másfélszerezte a palota látogatóinak a számát. Tehát látszik, hogy a rendezvényekkel lehet elérni pozitív változást a sümegi belváros turizmusában. Erről is konkrét dolgokról egyeztettünk, meg itt nyilván személyi kérdések is szóba kell, hogy kerüljenek, hiszen én úgy látom, de egyébként mindenki így látta a tegnapi megbeszélésünkön, hogy hosszú távon, tehát valóban fenntarthatóan csak úgy tud működni majd ez a szervezet, hogyha olyan szakemberek dolgoznak majd a Kft.-nél,
akik képzett szakemberek, és természetesen meg is vannak fizetve. Ennek persze megvan a finanszírozási oldala. Én tegnap arra tettem ígéretet, hogy a sümegi önkormányzat az abszolút pozitívan fog hozzáállni a turizmushoz és ezen belül a TDM-hez. Nyilván most még itt november közepén, végén konkrét ígéretet én nem tettem, tehettem, de a jövő év elején, valamikor február közepe vége felé, amikor már a költségvetés készen fog állni, és látjuk, hogy mire jut pénz, akkor erre visszatérünk, de én minden esetre én magam hajlandó lennék, hogyha megengedi ezt az önkormányzat anyagi helyzete, hogy a mostani 8 milliónál többet adjon az önkormányzat a TDM-nek, és ezt ki is lehet dolgozni egyébként. Én már más települések példáit olvasgatom, tanulmányozom, hogy ott milyen lehetőségek voltak, illetve hogyan oldották meg azt, hogy mondjuk az idegenforgalmi adónak bizonyos részét visszacsatornázzák a turizmus fejlesztésbe, azzal együtt, hogy felhasználták ezt arra is, hogy az idegenforgalomból élő vállalkozók aktívan részt vegyenek a TDM munkájában, mert ezt is meg kell oldani, hiszen azért még azt is szeretném elmondani, és fel is hívni az érintettek figyelmét arra, hogy a Sümegi Szobakiadók Egyesülete, amely szintén tagja a KFT-nek, hát tulajdonképpen újra kell, hogy szervezzük, mert igaz, hogy ez az egyesület létrejött, de most jelen pillanatban sajnos elnöke sincs, és az egész működését rendbe kell tenni, márpedig az egyesület nélkül a KFT sem tud működni. A járóbetegellátásnak új ügyvezetője van. Mi indokolt ezt a lépést? Igen, a járóbetegellátással kapcsolatban hát tulajdonképpen két problémát kell megemlíteni. Az egyik probléma az már huzamosabb ideje fennállt, bár én nyilván, mint most hivatalba lépő polgármester, erről a kollégáktól tájékozottam leginkább, tehát a kistérségi polgármesterektől, hiszen, hogyha valaki nem tudná, a tévénézők közül a járó beteget a Sümegi Kistérségi Társulás tartja fenn, ő is volt a pályázó. Tehát a polgármester kollégák jelezték nekem, hogy az eddigi 3 éves működés alatt nem igazán voltak megelégedve az ügyvezető úr munkájával. Abban a tekintetben nem, hogy ők úgy érzékelték, hogy nem igazán a tulajdonos érdekeit képviseli minden esetben. Aztán ehhez most hozzájött egy teljesen új ügy, amihez egyébként természetesen az ügyvezetőnek semmi köze nincs, tehát ebben az ügyben őnek nincs felelőssége. Ez egy pályázat, hát most úgy néz ki, hogy egy nagyon döcögő pályázat, nem szeretném azt mondani, hogy sikertelen, mert mi bízunk benne most is, hogy rendbe tudjuk tenni a pályázatot. Tehát ez a projekt, ez arról szól, hogy a járóbeteg ellátásban dolgozó, ott szerződést kötött orvosoknak, szakrendeléseknek a járandóságát pályázati pénzből tudja kifizetni a KFT. Ezt a pályázatot meg is nyerték, aztán mindenféle gondok vannak most vele, sajnos, és a kifizetés azon kívül, hogy az előleget megkaptuk, de tulajdonképpen ez körülbelül a 20%-a a támogatásnak, és bizony éveleje óta nem érkezett pénz. És ugye a kistérségi települések pontosan a pályázat miatt nem tervezték be a költségvetésükbe a finanszírozását teljes mértékben a járóbetegnek, és bizony így októberben szembesülni ezzel a helyzettel, ez egy nagyon nagy kihívás most minden kistérségi településnek. Hát sajnos meg is kellett szavazni egy ilyen gyors segélyt, ami Sümeg szempontjából körülbelül egy 2,5 milliós terhet jelent még november 30-áig, mert hát nyilván az sem tartható fenn, mi ezt nagyon jól tudjuk és megértjük, hogy van olyan orvos, aki 6-7-8 hónapja nem kapott pénzt a szolgáltatás elvégzéséért. Tehát ez egy ilyen tűzoltó munka most, hogy megpróbáljuk rendbe tenni.
De úgy gondolta a kistérségi tanács, hogyha most úgy is van ez a pályázattal összefüggő baj is, meg amúgy sem voltak elégedettek az eddigi ügyvezetéssel, akkor ez a legjobb alkalom arra, hogy megtörténjen egy váltás, és ezért, ahogy ön is megfogalmazta kérdésében, valóban a múlt hét kedje óta új ügyvezetője van a sümegi járóbeteg ellátásnak. Szabó Krisztinának hívják a hölgyet, aki hát az eddigi munkájával, tehát úgy értem a pályafutásával, bebizonyította a kistérségi polgármesterek számára, hogy alkalmas lesz erre a feladatra, és ő benne most valóban megvan a bizalma a polgármestereknek, hogy a kistérség érdekeit képviselve rendbe tudja tenni úgy ezt a járó beteg ellátást, hogy valóban hosszú távon működjön, és nem szeretnénk, és ő biztos, hogy nem is fog arra hivatkozni mindig, hogy itt a finanszírozással vannak gondok. Tudjuk persze, hogy gondok vannak a finanszírozással, mi is nagyon jól tudjuk, hogy az egészségügy finanszírozása az nem megoldott, alulfinanszírozott magyarul megmondva, de úgy éreztük eddig, hogy egy ügyvezetőnek nem az lenne a dolga, hogy ezzel próbálja mindig úgymond a bizonyítványt magyarázni, hanem legalább tegyen annak érdekében, hogy az anyagi lehetőségek és a működés közötti szakadékot az csökkentse és ne növelje. Szabó Krisztina ebből a szempontból, hát reményeink szerint, és mondom az eddigi máshol végzett munkája alapján erre abszolút alkalmasnak tűnik, és én innen is szeretnék neki nagyon sok sikert és erőt kívánni az egyébként nagyon nehéz munkájához. Köszönjük szépen!